a magyar és a kubai televízió bemutatja. A magyar búvárok kubai vizekben című filmjét. Gondolom, mindenki tudja, minél mélyebbre merül az emberfia a vízbe, annál nagyobb nyomás nehezedik rá. Sokuk előtt még az sem titok, hogy ez a nyomás 10 méterenként egy atmoszférával nő, vagyis, hogy még korszerűbben és tudományosabban fejezzem ki magam, nekem például, amikor 25 méteres mélységben örvendeztem a vízfelszín alatti csodáknak, 2,45 bárral több tartózkodott bőröm minden egyes négyzetcentiméterén, még vagyis hátabb, a nemzetközileg elfogadott SI rendszer szakkifejezésével élve 250 000 paszkállal több. Ugye világos? Ám ha mégse, amúgy parasztosan ez annyit jelent, hogy azokon a bizonyos négyzetcentimétereken 2,5 kilóval több súly nyomott, mintha maradtam volna odafönt a fél évszázad alatt úgy, ahogy megszokott szabad levegőn. Nos, eddig a tudomány, mechanika, hidrosztatika nem kívánt törlendő. Az viszont már, s bízom benne lesznek néhányan, akik igazat adnak nekem, úgy szólván nemzeti sajátosságaim következménye volt, hogy fent említett kilók, bárok és paszkálok sokszorosával nehezedett ránk, mondhatnám, ült a nyakunkon ez a tiszteletre méltó javakorabeli úriember, aki kecses hal könnyedségével siklik itt tova, 4 évtized tapasztalatával, több százezer mérföldnyi expedíciós úttal, sok kilométernyi filmmel, és tucatnyi fesztivál díjjal a háta mögött. És mindehhez még némi kis technikával is felszerelve. Mert ugye, és most vallják be őszintén, az eddig látottak alapján is föltették már magukban a kérdést. Mit keresnek ezek ott, ő utána, és ráadásul az én pénzemen? Nos, legalább a mondat második feléről hadd nyugtassam meg önöket. Nem az önök pénzén élősködtünk Kubában. Havannai televíziós kollégáink hívtak meg bennünket, mert hogy nekik van gyönyörű tengerpartjuk, változatos, színpompás vízi élőviláguk, nagyszerű, képzett búváraik, csak éppen ennek megörökítésére alkalmas vízalatti filmtechnikájuk nincs, pedig hát ezekben a vizekben még sohasem jártak profi filmesek. Nekünk meg, ki hinné ezt urbánus, aszfalthoz ragadt magyar televíziósokról, van egy évtizedek óta létező sportbúvár szakosztályunk, amelynek tagjai sok évi kemény munkával összekapartak egy, ha nem is kusztói, de azért igencsak használható búvárfilmszerszerelést. Így hát elfogadtuk a meghívást, hogy csináljunk közösen egy filmet erről, a néhány ott járt búvárturistán kívül még sohasem látott vízi világról. És mert tudtuk, hogy szépet fogunk látni, és hittünk benne, hogy ennek egy töredékét haza is tudjuk hozni, cserébe a repülőjegyért elmentünk.